Szép estét kívánok! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Ma este is egy csokorba gyűjtöttük Önöknek az elmúlt napok legfontosabb híreit, eseményeit. S hogy melyek ezek? Tekintsék meg képes ajánlomból! 15 napi rendi pontot tárgyalnak 2012 első testületi ülésén a képviselők. A magyar irodalom remekeivel, valamint néphagyományokkal ünnepelték Nagyatádon a Magyar Kultúra Napját. Több mint 100-an mulattak a második alkalommal megrendezett sportbálon. 4 ország tanáraival dolgozik együtt egy pályázaton dr. Büttnerné Bódi Ágnes. A Nemzetközi Holokauszt Emléknapja alkalmából a hajdani zsidó hitközséget idézzük fel. Az engedélyekre és a napi díjakra vonatkozó tudnivalókat is megtárgyalták az idei első horgász közgyűlésen. Betyárbálban mulattak az Opsitos Nyugdíjas Klub tagjai és vendégeik. Kökény Attila táncoltatta meg a jelenlévőket a nagyatádi sportbálon. 2012. január 26-án ül össze először Nagyatád város önkormányzatának képviselőtestülete. A városatyák 15 napi rendi pontot tárgyalnak majd meg ezen az ülésen. Az év első testületi ülésén többek közt a 2012. évi munkatervet is megtárgyalja Nagyatád város önkormányzatának képviselőtestülete. A városatyák a szociális, pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló rendeletet is módosíthatják a második napi rendi pontban. A következő téma, amiről döntenek a képviselők, az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének nagysága lesz. A negyedik pontban a 2012. évi költségvetési koncepció elfogadása során hozott 2 határozatban előírt feladatok végrehajtásáról lesz szó. Az intézményi struktúra és működés felülvizsgálatát követően több jelentős változás várható ez év áprilisától a városban. Az ülésen Nagyatád és a kistérség szennyvízhálózatáról és a szennyvíztelep fejlesztéséről is tárgyalnak majd a képviselők. Január 1-től a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok állami tűzoltóságokká alakultak át. Erről a változásról is szó lesz a januári testületén. A városatyák az építményadóra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítására irányuló kezdeményezésről is beszélnek ezen a napon. A polgárőr egyesület egy új helységet igényel, melyhez a testület hozzájárulása szükséges. Az ülésen ebben a kérdésben is döntenek majd a képviselők. Mindezek mellett egy pályázati eljárás nyertesének kijelölése is megtörténik a testületén, mely január 26-án 14 órakor kezdődik a Városháza földszinti tanácskozó termében. Az ülés televíziónk élőben közvetíti, melynek ismétlését február 2-án 14 órától tekinthetik majd meg a Nagyatádi Városi Televízió csatornáján. Idén a Nagyatádi Ady Endre Gimnázium adott otthont a Magyar Kultúra Napjának. A rendezvényen a magyar irodalom jeles személyiségeinek írásai mellett zenei produkciókat is hallgathattak a jelenlévők. Január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. Ezen a jeles napon fejezte be Kölcsey Ferenc a himnusz írását. Több éve nem csak országos, városi szinten is megemlékeznek a magyar irodalom kiemelkedő személyiségéről. Az idei ünnepségnek 2 házigazdája is volt, hiszen a Nagyatádi Művelődési Központ munkatársai mellett Fejér Zoltán, a Cinderi Szép Művesszé oszlopos tagja állította össze a műsort. Pünkös Márton igazgató elmondta, a kultúra összeköt és olykor el is választ bennünket. Ezt az estét a közös hang, a közös értékek felkutatásának, a magyar kultúrának szenteltük. Ma este is bebizonyosodott, hogy a világ egyik legkomolyabb dolga embereket szórakoztatni, értéket közvetíteni, olyan fontos gondolatokat megosztani az emberekkel, amely része a kultúránknak, része a magyar kultúrának, és hát egy picit tovább is léphetünk része az egyetemes kultúrának. Rendhagyó Magyar Kultúra Napi eseményre hívtuk a vendégeket szerkezetében, helyszínében. A köszöntött követően Grofsics Mónika, a Cinderi Szép Művesszé tagja olvasott fel egy részletet Ijés Gyula Petőfi című írásából. A himnuszt ezúttal Kozics Nikolett előadásában hallgathatták meg a jelenlévők. A polgármester 2012-ben is ünnepi beszéddel készült a Magyar Kultúra Napjára. A kultúra szélesebb, mint a művészet, mint a tudás. A kultúra egy magatartásforma. Egy értékrend, egy értékválasztás. A kultúra azt szolgálja, hogy alakítsuk a sorsunkat, ahogy a himnuszban is le van írva,
A kultúra ahhoz szükséges, ahhoz ad erőforrást, hogy megváltoztassuk azt, amiben élünk, hogy jobbak legyünk, és jobb legyen az a világ, ami körülvesz bennünket. A polgármester a szívfeszóló gondolatok mellett egy Radnóti idézetet is felolvasott a közönségnek, melyet az író egyik legismertebb verséből választott. A szülőhazáról van szó, belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd a földbe süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdett el egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom. Radnóti Miklós Nem tudhatom című versében fogalmazza meg azt, hogy igen, mi a magyar kultúrában itthon vagyunk, és tudjuk, hogy mi az, és a miénk. Nincsen kultúra tánc nélkül. Ezen az estén a Vadvirág néptáncsoport két tagja lépett fel, akik kalotaszegi táncokat hozták el a nagyotádiaknak. A Cinderi Szép Művészet tagjai az egész estét átfogva a különféle műsorszámok között ünnepi gondolatokat osztottak meg a hallgatósággal. A néptánc után Fejér Zoltán és Hosszú Katalin kereste a választ Szilágyi Domokos kérdésére. A költő Mit tehet című művet követően az Ady Endre Gimnázium és Szakközépiskola tanárainak műsorát tekintették meg a jelenlévők. A pedagógusok Nagy Gáspár Éjszakáimban lámpafény című versét szavalták el. A nagyatádi vegyeskar Liszt Ferenc, Száve Regina és Kodály Zoltán Ady Endre Fölszállott a páva című művét adták elő. Vezényelt Maronics Melinda. Szőlősi Marcell és Kovács Zoltán Csaba hegedűjét szólaltatta meg a rendezvényen. A zeneiskola növendékei Bartók Béla két szerzeményét játszották el az ünnepségen. A Preludium és Kánon, valamint a bánkódás 2012-ben is meghatározó elemei voltak a programnak. A Bárdos iskola növendéke, Kardos Petra, Jäger László, a zenéről Zsófikának című írását hozta el a közönségnek. Weiner Leo rókatáncát Kuti Béla tanítványa, Szőlősi Marcell és Simonics Judit adták elő. A nemrég alakult Tulipán dalkör három énekkel készült a rendezvényre. Lengyelné Tóth Anita szólójának és a Fürjecske Néptánc Egyesület napraforgó csoportjának táncosainak köszönhetően egy igazán különleges produkciót láthattak a jelenlévők. Pázmány Péter a Nyelvnek vétkeérül című költeményéből adtak elő részleteket a Cinderi Szép Művészet tagjai. Az este folyamán az egyre nagyobb rajongó táborral rendelkező Akusztik Classroom együttes is színpadra lépett. A ma már négy tagú csapat ünnepi műsorral kedveskedett a nagyotádiaknak. A 11 éves Karinti Frigyes 1900-ban írt naplójából Hosszú Katalin olvasott fel egy részletet, akit Harkály Gyula kísért gitárján. Az ünnepség záró műsorszáma a Nagyatádi Vegyeskar produkciója volt, akik Bárdos Lajos és Karai József Nagy László mellett Várnai Ferenc műveiből adtak elő egy-egy dalt. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, és hogy továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Második alkalommal szerveztek sportbált Nagyatádon. A sportcsarnokban több százan gyűltek össze, hogy a mulatozás mellett együtt ünnepeljék a 2011-es év legjobb sportolóit. Hat kategóriában hirdettek győzteseket az idei sportbálon. A hagyományteremtő szándékkal útjára indított rendezvényen a városban működő sportegyesületek képviseltették magukat. A program a Bounce Dance Angels produkciójával kezdődött.
A lányok ezúttal új fellépőruhával és új koreográfiával készültek az eseményre. A modern tánc képviselői után Boros Bálint köszöntötte a megjelenteket, aki röviden ismertette a program fő célját. Azt szerettük volna, hogy az egyesületek ajánlásai alapján beérkezett jelölések közül valóban az eredményességi szempontok alapján valamilyen szinten rangsort állítsunk fel, de úgy gondoltuk, hogy azért mindenféleképpen minden kategóriában a legjobb három, a legtöbb pontot elért három vagy egyéni vagy csapatversenyzőt díjazzunk, méghozzá oly módon, hogy ott a színpadon tudja meg a nagy közönség előtt, hogy ki lesz a háromban a legjobb, mert igazából itt nincs második, harmadik helyezett, van egy, aki egy évben a legjobb, és a másik kettő pedig egy nagyon-nagyon picivel marad el a legjobbtól. Hát úgy gondolom, hogy kellő lehetőséget tudtuk arra biztosítani, hogy a bálozók megismerjék az eredményeket. A sportszakmai vezető után Orma István polgármester méltatta a városban folyó sportéletet. Nagyon fontos és értékes eleme ez és része ez Nagyatád életének, hiszen 14 sportágban mintegy 800 igazolt sportoló van Nagyatádon. Ami nagyon fontos, hogy közöttük nagyon sok a fiatal és nagyon sok a gyerek, az utánpótláskorú sportoló, hiszen az a célunk, hogy megszerettessük a gyerekekkel a sportolást, a mozgást, és hát akkor különösen örülünk és büszkék vagyunk, hogyha jó eredményeket érnek el. Elmondhatjuk azt, hogy 2011-ben is eredményesek voltak a nagyatádi sportolók, a csapataink, a játékosaink, a versenyzőink, és nagyon fontos, hogyha valamiben, akkor a sport területén összefogás van Nagyatádon. Elsőként a 2011-es év legjobb felnőtt férfi versenyzőit hívták a színpadra. Kiskó Gergő, Szűcs Miklós és József Kristóf. Ők hárman kapták a legtöbb szavazatot sporttársaiktól, akik közül egy zsűri választotta ki a legeredményesebb versenyzőt. A győztes nevét tartalmazó borítékot Laklia Lucia és Németh Szonya, a Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület reménységei nyújtották át Orma Istvánnak, aki ezután olvasta fel a legtehetségesebb sportoló nevét. Ezen az estén Szűcs Miklós érdemelte ki a 2011-es év legjobb felnőtt férfi versenyzőjének járó díjat. Volt már részem ugye az Ironman eredményhirdetésekor, aztán a Bécs-Budapest szupermaratoni befutójánál is hasonlókban, mint ahogy itt is. Hát rendkívül jó érzés, őszintén szóval, ahogy mondani szokták, tényleg nem számítottam rá, de hát éreztem, hogy jó vagyok, megy, és hát remélem, hogy így fog még tovább is. Szűcs Miklós tavaly betöltötte 70. életévét. Remek erőllétben és egészségben van, ezért 2012-re is meg annyi tervet tűzött ki maga elé. Több hosszú távú futás, az Atom 100, és hát ilyen július 28-a a nagy cél, az újabb Ironman. A férfiak után a 2011-es év legsikeresebb felnőtt csapatának három jelöltjét szólították. A Rinya Menti KC MB2-es női együttese, a Nagyatádi Sakkegylet és a Nagyatádi FC MB3-as csapata. A tavalyi évben ez a három gárda nyújtotta a legjobb teljesítményt, akik közül a győztes a Nagyatádi Sakkegylet lett. A díjat Szijjártó Attila és Kis Attila vette át. A csapatban mindig sokkal nehezebb szerepelni, ugye, mint az egyéni. Egyénileg kijöhet bármi egy-egy eredmény, ugye az mindig más. A csapat eredményt tartom én az egyik legjobbnak, ugye az MB2-t megnyertük. Ráadásul nagyon szépen nyertük meg végig tulajdonképpen a hát ahogy a sorsolás adta, amikor kezdve az élre álltunk, hogy attól kezdve teljesen magabiztosan játszott a csapat, és szinte nem volt, vesztettünk ugyan egy mérkőzést, ugye az áró meccset, de annak már majdnem mindegy volt, tehát ott ugye nem volt különösebben már tétje, mert majdnem bajnokként utaztunk a végére. Ugye én azt tartom a legjobb eredményünknek. Sakkozóink jelenleg is a dobogós helyek valamelyikét foglalják el, és edzőjük erre az évre is magasra tette a mércét a csapat számára. A csapat az valószínűleg úgy érzem, hogy a második, tehát mindenképpen a dobogón fogunk szerepelni. A decsiek visszajöttek, ők jobbak nálunk. Azt el kell ismerni, most ettől függetlenül még bármi lehet, de egy dobogós hely az nagy valószínűséggel ott megvan. Én úgy érzem, hogy jól fogunk szerepelni ebben a megyei csapatban, amit összehoztunk abba is. Utánpótlás lány kategóriában Boros Ninetta, Sipos Babett és Bóza Ivett közül választották ki a legtehetségesebb sportolót. A 2011-es év legügyesebb sportolójának Boros Ninettát választotta a zsűri. Fantasztikus, nagyon jó volt, és nagyon köszönöm az edzőmnek is, mert igazából ez az ő érdeme is. Azt hiszem, a Sipos Babett fogja megkapni, mert igazából ő benn van most a válogatottban, és azt hiszem, neki fogják adni, de hát akkor ezek szerint...
nekem adták. Tavaly ezüstérmet szereztem az országoson, és igazából most azért küzdök, hogy az idei évben megnyerjem az országost. Az utánpótlás fiú kategóriában szintén a három legtehetségesebb fiatalt jelölték a díjra. Ebben a csoportban Varga Rihárnak, Lebár Bencének és Boros Bencének tapsolhatott a közönség. A polgármesternek átnyújtott boríték ezúttal Boros Bence nevét rejtette, így a nagyatádi judóklub növendéke vehette át az első helyezetnek járó díjat. Nagyon örültem neki, boldog vagyok, és nem számítottam rá, hogy én kapom meg. Én az országosra is, de főként a világkupára vagyok a legbüszkébb. Bence 8 éve tagja a klubnak, aki arra a kérdésre, miért jó judózni és mik a jövőbeli tervei, így felelt. Megtanít küzdeni, kitartani, és hát így lehet jó eredményeket elérni. Ki szeretnék jutni az EB-re nyáron, és hát tartanom kéne a súlyomat, és akkor lehet rá lehetőség, hogy kijussak az EB-re. Az ötödik kategóriában a legkiemelkedőbb utánpótlás csapatokat díjazták. 2011-ben a legtöbb és a legjobb helyezéseket a Rinyamenti KC U12-es fiú összeállítása, a Nagyatádi FC U13-as fiú együttese és a Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület harmadik korcsoportos kötélcsapata érte el. Közülük Bérdi József növendékei bizonyultak a legjobbnak. A kis focisták a 2011-2012-es bajnokságban eddig veretlenül állnak a tabella élén. Természetesen nagyon nagy öröm és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ebben a versenyben az első helyezett lehetett az én csapatom, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden kollégámnak megköszönjem az elmúlt években nyújtott segítséget, akik ezzel a csapattal, ezekkel a gyerekekkel foglalkoztak, Szakály Gyula, Pap Zoltán és Folykovics Gábor is rengeteget tett azért, hogy ezek a gyerekek ilyen eredményesen tudjanak szerepelni. A fiatalok a 2011-2012-es bajnokság őszi szezonjában 9 győzelmet szereztek, vagyis 100%-os teljesítményt nyújtva állnak az első helyen. Nagyon bízom abban, hogy az őszi forma tavaszra is érvényesül, majd nagyon szeretnénk minden mérkőzést megnyerni, de első számú szempont az, hogy a gyerekek fejlődése töretlen maradjon. A sportolók eredményeihez az edzők is hozzájárultak, így az utolsó kategóriában őket emelték ki a szervezők. Dr. Balog Orsolya, a Nagyatádi Ritmikus Gimnasztika Sportegyesület edzője, Harcos Zoltán, a Nagyatádi Judóklub edzője, és Kis Attila, a Nagyatádi Sakkegylet elnöke. Mindhárman sokat tettek, hogy versenyzőik kimagasló eredményeket érjenek el az országos és a nemzetközi versenyeken. A zsűri a legjobbnak Harcos Zoltánt választotta, aki több mint 20 éve vezető edzője a judósoknak. Köszönöm elsősorban a szülőknek, a gyerekeknek, kivel járkáltam versenyekre, sokat voltam. Ez közös munka volt, én úgy érzem. Sok munka, nagyon sok munka, sok verseny. Harcos Zoltán 25 bajnokot nevelt eddigi pályafutása alatt, akikre egyformán büszke, s reméli a mostani növendékei között is lesznek, akik öregbítik majd a klub hírnevét. Nem tudom válogatni, mindegyikre. Mindegyikre? Én egy kicsit inkább lányos vagyok, a lányokat jobban szeretem. Válogatottam is, van most jelenleg a Siposba vett. Nem tudok választani, de én lányos vagyok. Utánpótlás edző vagyok, tehát nem fönn vagyok a spiccen, ott a pástiák vannak. Adni felfelé, menjenek, legyenek olimpia, nagy gondolat, olimpia. A díjátadó után a Nagyatádi Kötélugró Egyesület produkcióját láthatták a bár résztvevői. A látványos műsorszám után Boros Bálint köszönte meg a sportolók 2011-ben nyújtott munkáját, s bíztatta őket a további sikerekre. A második sportbáron a Parti Band nevű együttes szolgáltatta a talpalávalót. Ők zeneileg képzett együttes, tehát zenetanárokból áll, és úgy gondolom, hogy ismerősek a megyében, ismertek is. Tehát szerintem a jó angolat ilyen értelemben garantált lesz. Lesz egy tombola sorsolásunk, ahol nagyon sok értékes tombolát kapjuk, és itt szeretném megköszönni valamennyi felajánlónak a tombola tárgyait, és szeretném megköszönni a kiemelkedő támogatóinknak is, hogy segítettek minket. Az este folyamán egy sztár vendég is fellépett, aki hangjával kápráztatta el a közönséget. Kökkény Attila félórás koncertjét követően került sor a tombola sorsolásra, majd hajnalig ropták a táncot a bálozók. A rendezvény bevételét a harmadik sportbára tartogatják a szervezők. A főszervező elmondta, a versenyzőknek 2012-ben is megéri küzdeni álmaik, céljaik megvalósulásáért, hiszen 2013-ban is elismerik a legeredményesebb atádi sportolókat, akiknek így szurkoljunk majd ebben az évben is. Hajrá, nagy atád! Egy európai nagyságú pályázaton dolgozik dr. Büttnerné Bódi Ágnes, aki az elmúlt héten egy romániai iskola tanáraival tartott konferencia beszélgetést, hogy megbeszéljék a tender részleteit. A gimnázium igazgatójának egy Franciaországból érkező vendége is volt, aki szintén a pályázat miatt érkezett Nagyatádra.
2006 és 2009 között egy európai projektben dolgozott dr. Büttner Nébódi Ágnes, melyben Magyarországon kívül még 7 ország vett részt. A projekt gazda annak a franciaországi egyesületnek a párizsi központja volt, amelyikkel 20 éve van együttműködése a nagyatádi iskolának. Én voltam a magyarországi úgynevezett pilot, tehát a magyarországi csoportnak a vezetője, és a program az az iskolában a különbözőségek elfogadása. Ennek az a lényege, hogy mi korábban a PISA felmérések előtt Franciaországban ugye a szabadság, egyenlőség, testvériség, a nagy köztársasági eszme szerint azt gondolták, hogy minden rendben van az esélyegyenlőséggel. A PISA vizsgálat megmutatta Franciaország számára is, hogy bizony nagyon szegregál az iskola rendszere, és hát a PISA vizsgálat nálunk is ugyanezt az eredményt mutatta meg, hogy részben elitképzés folyik, és szegregál az iskola rendszerünk. Sokféle módszer ismert arra, hogy hogyan lehet lehetőséget adni a tehetséges, de aluliskolázott szülői környezetből származó, vagy nehéz családi háttérrel rendelkező diákoknak. Manapság a pedagógiában az egyik fontos szempont, hogy a különbözőségeket, tehát az osztályteremben hogyan lehet figyelembe venni azt, hogy minden gyermek különböző, más eséllyel indul, más a haladási tempója, különböző neműek, különböző társadalmi környezetből jönnek, és ugyanakkor pedig ugyanazt a tananyagot kell vele elsajátítatni. És hát ebből is származnak ugye aztán az eredményesség vagy az eredménytelenség különbözőségei. Az igazgató elmondta, ezen a projekten 3 évig dolgozott külföldi kollégáival együtt. 2011 nyarán egy szemináriumon képviselte hazánkat dr. Büttner Nébódi Ágnes, ahol a korábban érintett 8 ország közül már csak az olaszok, a franciák, a románok és a magyarok vettek részt. Ott kerestek meg a ruani kollégák azzal, hogy egy Comenius pályázatban vegyünk részt. Ez egy új aspektusát mutatja a különbözőségeknek, mégpedig azzal kerestek meg bennünket, hogy ők kidolgoztak egy módszert a diákok közötti konfliktusok kezelésére, mégpedig kortárs mediációval. Tekintettel arra, hogy ez nálunk is probléma, tehát nem biztos, hogy a büntetés és a beírás a legjobb módszer. De ha nem ezek, akkor mik? Hogyan lehetne elfogadtatni a diákokkal úgy a szabályokat, hogy az azokból származó kis konfliktusok végén ne büntetés legyen? Dr. Büttner Nébódi Ágnes erre szeretett volna választ kapni, amikor csatlakozott ahhoz a projekthez, melyen jelenleg is dolgozik kollégáival. Az elmúlt napokban egy franciaországi iskolából érkezett vendége az igazgatónak, aki évekkel ezelőtt dolgozott ki egy módszert a konfliktusok kezelésére. Az úgynevezett mediációt már elkezdték oktatni a normandiai iskolákban, és a tapasztalatok azt bizonyítják, működik is. Hát én voltam ennek a pályázatnak az előkészítő látogatásán 5 napig Normandiában, jártam ezekben az iskolákban, találkoztam a gyerekekkel, bemutatták a mediációt, és nagyon hitelesnek találtam. És a részvételi szándékunkat is, tehát megerősítettük, hogy részt veszünk ebben a pályázatban, évelején a tantestülettel is megegyeztünk ebben, és hát ezen dolgozunk most, tehát ennek a pályázatnak az előkészítésén. Egy temesvári iskola, egy szczecini lengyel iskola, mint Nagyatádról, és valószínűleg még két francia iskola, és valószínűleg még egy német vagy egy olasz iskolát vonunk be a programba. A pályázatot februárban kell beadni, ezért most minden idejüket arra fordítják a tenderben résztvevő országok iskolái, hogy időben végezzenek a megírásával. A kolléganőm most azért van itt, hogy a pályázati anyagot véglegesítsük. Az elmúlt napokban sokat haladtunk a megírásában, és sok ötlet, sok gondolat merült fel egy kicsit a kollégáimat is, amennyit az idő engedte, bevontuk, és közben pedig éppen videokonferenciát tartottunk a román partnerekkel. Elsősorban az együttműködés miatt fontos a mostani tender, emellett azonban a pályázatnak meg annyi eleme van, melyek megvalósulása hasznára válik majd az iskoláknak. Lesz benne mobilitási program, 6-8 fő, lehet, hogy még 10 is, attól függ, hogy majd a pénz mennyit enged meg. Az biztos, hogy legalább 6 fő lesz mindig egy-egy mobilitási csoportban. Azt terveztük,
hogy Franciaországgal kezdődik, ott megmutatják a mediációt, hogyha nyer a pályázat. Majd Magyarországon lesz a következő találkozó, itt a drámapedagógiát, mint módszert mutatjuk meg, valamint valószínű, hogy kisfilmekkel is, hogy hogy lehet elfogadtatni egymással a különbözőséget. Tulajdonképpen folyamatosan az előítéletek lebontásán dolgozunk. Ezen kívül lesz egy temesvári látogatás is, majd a 2 éves projekt záró programjának a franciaországi iskola ad otthont. Még a pályázatban résztvevő francia félnél a konyhás nénik is bent vannak a mediációs csoportban, Nagyatádon a szülőket is bevonják az utazásba és a munkába. Egy új szemlélettel gazdagodik mindenki, azt hiszem, aki részt vesz benne. Tehát nyitni, együttműködni, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, meghallgatni a másikat, abból levonni a következtetéseket, és úgy tovább lépni annak érdekében, hogy a céljainkat meg tudjuk valósítani. Az Adi gimnáziumban még csak a vezetőség ismerkedik az új módszerrel, melyet elsősorban francia kollégáiktól szeretnének megtanulni, és ha a mostani pályázat sikerül, be is vezetik a mediációt a nagyotádi intézményben. Közel egy órán át dolgoztak a tűzoltók Nagyatádon csütörtök este egy lakóépületben kiütött tűznél. A házban az esetbe következtekor egy nő tartózkodott 2 gyermekével, akik a tűz észlelését követően távoztak az épületből, majd értesítették a tűzoltóságot. Kiérkező szakemberek 3 gyors beavatkozó vízsugárral kezdték meg az oltást az akkora már teljes terjedelmében égő házon. Az épület lakói a szülőkhöz költöztek. Az ENSZ január 27-ét a holokauszt nemzetközi emléknapjává nyilvánította, mivel 1945-ben ezen a napon léptek be az első ukrán katonák az auschwitzi koncentrációs táborba. A lágerekben odaveszett áldozatokról szerte a világon megemlékeznek. Munkatársaink a következő összeállítással idézik meg az egykor városunkban is működő zsidó hitközséget. Nagyatádon 1750-től kezdve nagyobb számban éltek izraeliták, így valószínűsíthető, hogy az iskola, a zsinagóga, valamint a rituális fürdő 1800 után épülhetett. 1850-ben önálló hitközség alakult Nóbel József vezetésével. 1910-ben a helyi lakosság több mint 1/10 vallotta magát izraelitának. A 3. zsidó törvény bevezetésekor, azaz 1941-ben még nagy arányúnak tekinthető zsidó közösség élt Nagyatádon, létszámuk azonban 1949-re lecsökkent, mindössze 22 fő maradt a városban. Az iskola, amely egyetlen tanerővel működött, valamint az egykori zsinagóga épülete a mai Mártirok utcájában állt. A hajdani hitközség emlékét napjainkban csupán az izraelita temető őrzi. Bácár léle hó a krú, a dojnoj lév lojró, lojró. ...2011-ben ünnepeltük Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját. A városban az oktatási intézményekben is megemlékeztek a híres zeneszerzőről. Liszt Ferencre az őszi napfénynyugdíjas klub tagjai is műsorral emlékeztek, akik idei első összejövetelükön adták elő produkciójukat társaik előtt. Rövid, egyszerű kis műsor lesz, és de úgy gondoljuk, hogy bár hallottam egyszer valakitől, hogy Liszt Ferenc nem tudott magyarul, de neve magyar volt, és magyar volt a szíve. Tehát megérdemli azt, hogy mi őre nagyon nagy szeretettel gondoljunk, azon kívül is, hogy nagyon nagy zeneszerző, nagyon nagy zongorista volt. A műsort Györe Béláné állította össze, aki megpróbált minél több eseményt kiragadni Liszt Ferenc életéből. A műsor tulajdonképpen az ő emberi és alkotói életét mutatja be, közel hozva hát az emberekhez azt, aki ő volt, mert nagyon nagy volt. Bartók is elismerte, akadémiai székfoglalójában
elismerte, hogy ő tört el Kodályék felé az utat. Csodálatos életútja volt, csodálatos ember. Mikor az a jegen nyelva, Györe Béláné elmondása szerint mindig arra törekedett, hogy élményszerűen mutassa be Liszt-Ferencet a gyerekeknek, és ezúttal a nyugdíjasoknak. Ez 25 éve lesz, hogy ezt csinálom, mert írok is közben, meg is jelennek ezek a dolgok. Hát nézzük a naptárt, milyen évfordulók vannak, és ahhoz viszonyítjuk. Mert ugye Bartókról is megemlékeztünk, József Attiláról is, Erkerről is. Hát az az igazság, hogy Liszt sem maradhatott ki, bár korábbra gondoltuk, de októberben nagyon zsufolt volt a tennivalónk, és ezért maradt el. Az ünnepi műsort követően került sor a klub közgyűlésére, ahol több napi rendi pontot tárgyaltak meg a jelenlévők. Ma a fő, a jövő hónap 16-án tartjuk a farsangi bálunkat, összejövetelünket, és ma arról fogunk beszélni, annak a megszervezése lesz, ez lesz az elsődleges dolog, amiről beszélünk. Aztán hát beszélünk az elmúlt egy hónapos téli szünetről, mi történt, hogy volt, postát bontunk, kapott leveleket felolvasom. Emellett az összejövetelen a tagdíjakat is megvitatták a jelenlévők, majd kötetlen beszélgetéssel ért véget az őszi napfénynyugdíjas klub éves közgyűlése. Megtartotta éves közgyűlését a Nagyatádi Horgász Egyesület. A tagok 2012-ben is meg annyi témával foglalkoztak összejövetelükön, ahol elsősorban a lebontott híd és az engedélyekkel, napi díjakkal kapcsolatos információk voltak a legfontosabbak. 1946-ban alakult a város talán egyik legnagyobb és legrégebbi szervezete. A Nagyatádi Horgász Egyesületnek több száz tagja van, akik eredményes évet tudhatnak maguk mögött. Különösebb áltérés nem volt, a taglétszámunk egy kissé csökkent, de ez a 20-30 fős tagnálás egy 300 fő körüli létszámnál természetes. Mindenki keresi a helyét, keresi a újabb, jobb lehetőségeket. Reméljük, hogy ez beáll erre a szintre, és maradunk körülbelül ilyen létszámmal. A közgyűlés jóváhagyta a 2011. évi gazdasági beszámolót az ülésen, illetve a jelenlévők elfogadták az idei évre vonatkozó terveket is. 2012-ben fejleszteni is szeretne az Egyesület, de az elnök nem túl bizakodó a jövőt illetően. Ez a legnehezebb a mostani gazdasági helyzetbe tervezni, már pedig nekünk tervezni kell. A tárgyévi gazdálkodásunkat is meg kell tervezni, illetve éppen lejárt az 5 évre szóló halgazdálkodási tervünk. Tehát mondom, most ez a legnehezebb. A közgyűlésen az idei díjakról is szó esett. A jelenlévők úgy döntöttek, ha csekély mértékben is, de szükség van egy minimális emelésre. Ez is egy nagy kérdés volt, az utóbbi 2 évben jelentős áremelést hajtottunk végre, és most úgy döntöttük, hogy a szokásos, addig is az évi 1000 forint áremelést azért végrehajtjuk, nehogy elmaradjunk megint, és éppen a kiszámíthatatlanság miatt nehogy olyan helyzetbe kerüljünk, hogy majd megint jelentősebb áremelést kelljen végrehajtani, és amúgy is egyrészt az infláció, egyrészt az energiaköltségek emelése miatt a halárakban is jelentős emelkedés várható. Napokon belül elkezdik az engedélyek kiadását az Egyesületen belül. Az érdeklődők a szervezet irodájában kaphatnak bővebb felvilágosítást a legfontosabb információkról, melyek vonatkoznak a tagokra. Zsuhár Pál megjegyezte, az összejövetelen a kiadások mellett a haltelepítésről is beszéltek a horgászok. Már harmadik éven tervezzük úgy, hogy ősszel van a haltelepítés. Elsősorban pontyot telepítünk, illetve minden második évben keszeget. Ezt egyrészt a finomszerelékes horgászok is kedvelik, másrészt a tóban lévő ragadozó állománynak a táplálékbázisát is ez biztosítja. A horgászat kulturáltsága is javult az elmúlt évben, melyet a tisztább tópart is igazol. Zsuhár Páltól megtudtuk, 2012-ben a megszokottól is több horgászversenyt rendeznek majd a városban. Ez egyfajta együttműködés a horgászok között, megismerjük más egyesületük tagjait is, messziről eljönnek,
abba az irányba mutat a horgássport fejlődése, hogy inkább a versenyhorgászat, a szórakozás, nem pedig a halszerzés. Az első versenyre tavasszal kerül majd sor. Addig is elkezdhetik kiváltani engedélyüket a tagok, illetve megvásárolhatják napi jegyüket azok a horgászok, akik szívesen töltenek el néhány órát a nagyatádi csónakázótó partján. Szavak csengenek, a fülembe zengenek, a fejembe belemásznak, a lelkemben muzsikálnak. Egy kis vadat, mint bírohat, s közben csak énekelt, egy sziklafal útjába áll. S a dalnak így vége lehet. Én is így lettem, néma víztükön, mikor tőlem elvettél. Nekem többé már a nap sem tüntökön, csak a újra megjöttél. Adásunk híreit az interneten is nyomon követhetik. Honlapunkon folyamatosan tájékoztatjuk nézőinket a legfontosabb közéleti, kulturális és sporteseményekről. Emellett színes és egyre bővülő képgalériával várjuk látogatóinkat. Összeállításainkat a videógalériában, illetve a YouTube csatornán bármikor visszanézhetik. Aktuális adásaink időpontjáról, témájáról is tájékoztatást nyújtunk oldalunkon. Ha friss információk érdeklik, ha többet szeretne tudni a város mindennapjairól, kattintson a www.nvtv.hu oldalra. Nagyatádi Városi Televízió, mert rólunk szól. Tréfálkozás, jókedv, finom vacsora és kellemes tánczene. Így mulatnak a betyárok Nagyatádon. Az Opsitos Nyugdíjas Klub első alkalommal szervezte meg hangulatos betyárbáját a Hotel Solar halljában. Ilyen még nem volt Nagyatádon, árulta el Tóth Sándorné, a betyárbál egyik szervezője a pénteki rendezvényen. Az Opsitos Nyugdíjas Klub hagyományteremtő szándékkal rendezte meg a nevezetes eseményt, amelyre több más egyesületet is vendégül hívtak. Az est folyamán mindenki lehetőséget kapott, hogy bemutatkozzon humorosabb oldaláról, számot adjon énektudásáról, szavaló képességéről. Szeretnénk ezt hagyománnyá művelni, ugyanúgy, mint a nyugdíjas bálokat. A környékből meghívunk több csoportot, és adunk egymásnak is műsort. Hát most annyival lesz színesítve, hogy az Opsitos fiúk be lesznek öltözve a betyárruhába. Mivel a betyárbálnak városunkban még nincsenek gyökerei, ezért annak nagyatádi hagyományait az Opsitosok szeretnék megteremteni. Ez onnan jött ez az ötlet, hogy mink volt itt a Szolárban a fesztiválon, a Szolár fesztiválon egy nyíratsádi csoport. És ők meghívtak bennünket nyíratsádra, betyárfesztiválra. És én akkora vartam a fiúknak betyárruhát, és az azóta csak úgy van. És most gondoltunk egy nagyot, hogy hát öltözetek már betyárnak, csináljunk egy betyárbált. A nagyatádi résztvevők mellett Lábodról, Kaposváról és Babócsáról is érkeztek vendégek. Csernahelyi csárdába, ezzet ég a lámpába. Jaj, de homályos a nég, barna legény a vendég, barna legény berúgott, hazamenni nem tud. A rendezvényen nagy sikert aratott az est fénypontjának számító menyecske rablás. A szervezők örömmel tapasztalták, hogy egyre többen érdeklődnek a helybeliek közül is. A városba elterjedt a hír, hogy ott a Szolárban az Opsitosok nagyon jó műsort, meg bálokat szoktak adni, és a város lakossága jött jelentkezni, meg érdeklődni, hogy hogy lehet ide bejutni. Az este vacsorával folytatódott, majd rövidesen megkezdődött a zenés táncos mulatság. Az Opsitos Nyugdíjas Klub további rendezvényekkel készül a közeljövőben. Február 4-én tartják meg farsangi bájukat, 11-én svábbát rendeznek, 18-án pedig a tavaly is nagy sikerrel zajló boszorkánybára várják az érdeklődőket.
Vannak emberek, akikről nagyon korán, már gyermekkorukban kiderül, miben tehetségesek, mit választanának hivatásukként a későbbiekben. Kardos Petrának vélhetően ezzel nem lesz nehéz dolga. Az utóbbi időben is sikeresen vett részt több szavaló versenyen. Gősök Húrja, országos vers és prózamondó verseny, Kaleidoszkóp versfesztivál, a Magyar-Román Baráti Társaság versmondó versenye. Az elmúlt időszakban több megmérettetésen is szerepet vállalt az általános iskolás Kardos Petra, akinek a nevét már nem először hallhatja a közönség. A diáklány több éve rendszeresen vesz részt szavaló versenyeken, és előkelő eredményekkel büszkélkedhet. Legutóbbi sikereit az elmúlt két hónap során érte el. Nagyon szeretjük ugye Pilinszky Jánost. Pilinszky Jánostól a Madár és a Leány című versre készültem az egyik versmondó versenyemre. Szabó Lőrinc Szivárvány Pest fölött, Bella István Egy nap, két nap. Ezek voltak a legjelentősebb versek, és a legnehezebb volt megtanulni a Pilinszky János, a Madár és a Leány. Ez nagyon nehéz volt, nagyon hosszú, négy oldalas vers, és 7 perces. Ugye a legkönnyebb volt talán ugye Bella István Egy nap, két nap, mert azt úgy nagyon a fejembe volt, mert nagyon át lehetett érezni. Petra arról is mesélt, miként sajátít el egy-egy szöveget, illetve arról, mi minden szükséges ahhoz, hogy előadása igazán élővé és élvezhetővé válhasson. Igazából le kell ülni és meg kell tanulni, az a legfontosabb, és szerintem ez a leghasznosabb is. Leülünk, megtanulunk verset, és aztán osztályfőnökömmel összeülünk, és az instrukciókat leírjuk, hogy mit érez a költő olyankor, a költő helyébe képzeljük magunkat, hogy milyen lehet ott neki, és ez szerint jelölgetjük be a hangsúlyokat, és egyéb más konstrukciókat. Petra felkészítő tanára, Bácsainé Kinyás Judit nagyon büszke diákja eredményeire. Petrát 5. osztályos kora óta foglalkoztatja, és úgy látja, növendéke sokat fejlődött ez idő alatt. Mint mondja, rengeteg munkát végeznek a felkészülések alkalmával, de megéri a fáradozást. Ami eredendően nagyon jó, hogy szépen és tisztán beszél, jól artikulál. Ez nagyon sokat segít a felkészülésben. Több szakember szájából elhangzott már, hogy nagyon tehetséges. Amiben kell segíteni őt a versválasztás, anélkül nem is fogunk hozzá a vers tanuláshoz sem, hogy végig ne beszélnénk, hogy miről is szól, mit szeretne a költő üzenni a vers által. A versenyeken az sem mellékes, ki hogyan adja elő az adott verset. Ha a szavalóból hiányzik a megfelelő rátermettség, dinamizmus, az sokat ronthat a produkcióján. Petrának ez sem szokott problémát okozni. Van egy jó kis kiállása, megjelenése, és sokat beszélgetünk, és valószínű, hogy ez is csiszol a stílusán, de nagyon szépen és választékosan tudja kifejezni magát, amire szintén nagyon büszke vagyok, mint magyar tanára. Január-február környékén már keresni kell a verseket, mert újraindul a Garegősök Húrján című verseny. Ennek az országos fordulójában is szeretne bizonyítani a fiatal tehetség, aki azt is elárulta, hogy felnőve színészkedéssel szeretne foglalkozni. A nagyatádi sportvál közönsége a késő esti órákban Kökény Attila zenéjére táncolhatott. Az énekes zenei előéletéről, a népszerűségről, a mindezzel kapcsolatos személyes tapasztalatairól mesél stábunknak. A januári sportbál vendégeként lépett a színpadra Kökény Attila, a népszerű meg a sztár tehetségkutató verseny legutóbbi szériájának legjobb férfi hangja. 2011 tavaszán megjelent első náló lemeze, amelyen saját dalai hallhatók, de felcsendülnek Cserháti Zsuzsa és Máté Péter jól ismert melódiája is, újszerű feldolgozásban. Az énekes nagyatádra közkedvelt slágereket hozott magával, hogy elkápráztassa és megtáncoltassa a nagyatádi közönséget. Gondoltam, hogy a sportbálon nem a 10 évesek lesznek, ugye a 16-17 éves vagy 18 évesek, hanem az én korosztályom, és akkor próbáltam olyan dalokat választani, mint Máté Péter, Cserháti, ugye a magyarok közül, vagy akár a külföldi előadókról is, amire táncolni lehet annak a korosztálynak, ami én vagyok. Én már 21. éve ugye ezt az ipart űzöm. 12-13 éves volt, amikor elkezdtem zongorázni, akkor csak klasszikus zenével foglalkoztam, vagyis azt tanultam. Aztán majd 17 évesen így bedobott a sógorom a mélyvízbe, hogy legyek akkor idézőjelben bárzenész vagy vendéglátós. Konkrétan 17 éves koromtól elkezdtem vendéglátózni, aztán kikerültem Amerikába, majd Franciaországba, így majd hogy nem bejártam egész Európát, és akkor
Szájött a Megasztár. Rengeteg fellépés, közismertettem járom az országot, tehát rengeteg helyen, nem csak Magyarországon, a környező, tehát ugye Szerbiától kezdve Romániáig, Erdélyig, ugye mindenhova hívnak, és ez egy hihetetlen dolog, hogy az ember ugye egy tévé, televíziós műsoron keresztül egy egész ország megismeri. Ha magyarokról beszélünk, akkor ugye nyilván Máté Péter, Cserháti Zsuzsa, nekem ő volt a férfi nőből, ő volt a két kedvencem. Külföldiek között hát rengeteg van, ugye Stevie Wonder, Brian McKnight, vagy Luis Miguel, abból sok van, lányból, fiúból sok van. Én úgy gondolom, hogy amiért megszerettek engem, az azért van, mert én magában is egy olyan ember vagyok, aki ugyanazt a pályát próbálja továbbvinni, mint amikor annak idején volt egy Máté Péter, vagy volt egy Cseráti Zsuzsa, vagy bárki. Ezt próbáljuk továbbvinni, azokat a zenéket, ami a dallamos, amiben még van zene, amire azt tudjuk mondani, hogy zene. Mert a mai világban rengeteg olyan stílusú zene van, amire nem tudom azt mondani, hogy zene, mert minden dobból áll. Aminek még van alapja és van zenei világa, amiben még tényleg az ember feltalálja azt a szépet, a jót, vagy bármit, én azt próbálom továbbvinni. Soha nem tervezek előre, nincsenek terveim, reménykedem, mindig reménykedem és próbálom megélni azokat a dolgokat, amiket elértem, abból próbálok meríteni, majd ahogy jön. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a fellépést. Remélem még találkozunk. Köszi. Túl vannak a 2012-es év első megmérettetésein a Nagyatádi Judo Klub tagjai. Január közepén két eseményen képviseltették magukat a fiatalok. 14-én Kiskó Gergő, a PVSK és a Nagyatádi Klub kettős igazolású sportolója bizonyított a budapesti felnőtt országos rangsorversenyen. A versenyző a 81 kg-osok mezőnyében indult, és három győztes, valamint egy vesztett összecsapással a harmadik helyet szerezte meg. Január 15-én Lendván szerepeltek a klub dzsúdósai a 14. alkalommal megrendezett küzdősportok kupája elnevezésű versenyen. A nagyatádi versenyzők más magyar klubtagok mellett szlovén és horvát csapatok sportolóival mérték össze rátermettségüket. A mintegy 200 dzsúdóka közötti összecsapásban szépen helytáltak az atádi fiatalok. Diák A kategóriában Malek Karim második helyezést ért el, Diák B kategóriában Tóth Tibor az első helyen zárta a küzdelmet. A serdülők mezőnyében Kozma Ákos 46 kg-ban a dobogó legfelső fokára állhatott, míg Sípos Babett és Szőke Patrik másodikként zárták a versenyt. Babett súlycsoportjánál egyel feljebb is indult, 57 kg-ban. Ebből a küzdelemből harmadikként került ki. Forrai Vanessa ugyanebben a súlycsoportban 5. helyezést ért el. Németh Gergő korábbi sérülése miatt huzamosabb ideig nem versenyezhetett, most azonban ismét tatamira lépett, és súlycsoportjában a 7. helyen végzett. Kedves nézőink, mai műsorunk első része ezzel véget ért. Felhívom szíves figyelmüket, hogy műsorainkat már az interneten is megtekinthetik, így ha lemaradtak volna mai adásunkról, kattintsanak a www.nvtv.hu honlapunkra, ahol teljes terjedelmében megtalálhatják műsorainkat. Társadalomban vendégem ezúttal Simonovics Józsefné, a Rinyamenti Szociális Szolgáltató Központ igazgatója lesz. Tartsanak velünk továbbra is!
Szép estét kívánok, köszöntöm azokat a nézőinket, akik csak most csatlakoztak hozzánk. Ma esti társadalunk vendégeként engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Simonovics Józsefnét, a Rényemedi Szociális Szolgáltató Központ igazgatóját. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Meg annyi témáról beszélgetünk ma este is, de egy kicsit talán arról, hogy a 2011-es esztendő milyen volt a központ számára a szociális területen. A 2011 évben úgy gondolom, hogy mindazoknak a rászorulóknak, akik valamilyen oknál fogva egészségi állapot, betegségük miatt, vagy éppenségi a szociális helyzetük miatt hozzánk fordultak, igyekeztünk a szükségletüknek a leginkább megfelelő ellátást biztosítani a szolgáltatási rendszerünkbe. Meg annyi területen, meg annyi feladatot látnak el. Egy kicsit beszélgessünk mindegyikről részletesen, talán nem tudom, melyik a legfontosabb, talán a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Hát az alapszolgáltatások azt hiszem nagyon fontosak, mert itt ez érinti a lakosság nagy részét, akik rászorulnak ezekre a szolgáltatásokra. Ilyen például a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás, akkor a jelzőrendszeres házi gondozás, ezen kívül az idősek nappali ellátása, az idősek klubjai. De a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat is nagyon fontos, mert mindazoknak tudunk segíteni, akik bizalommal fordulnak hozzánk, akár szociális problémák miatt, anyagi problémák miatt, vagy éppenséggel a gyermekek veszélyeztetettsége miatt kapunk jelzést, és ebben az esetben minden esetben intézkednünk kell. Melyik esetben kellett, vagy melyik esetben kapták a legtöbb jelzést? Hát a legtöbb ellátottunk az az étkeztetésben van. Kistérségi szinten közel 700 fő, akit mi ellátunk étkeztetésben. A települések konyhájáról vásároljuk az étkeztetést, és próbáljuk megoldani, hogy tényleg azok, akik legjobban rászorulnak, azok hozzájuthassanak a napi egyszeri meleg ebédhez. Házi gondozásban is nagyon sokan részesülnek, 287 fő a kistérségi szinten, Nagyatádon 98 fő, aki házi gondozásban részesül. Most itt van olyan, aki naponta van ellátásban, van, akit teljes körű ellátást biztosítunk a pelengázástól, az étkeztetésig, a mobilizálás, mozgatás, kiültetés, fürdetés, tehát teljes körű az ellátás. Ugyanakkor biztosítjuk az étkeztetést is, és akkor gondozónő van, akihez oda megy, és az étkeztetésben is segít, de van, aki önállóan el tudja ezt a feladatot végezni. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ez állami feladatként működik most már 2 éve, ez lesz a 3. év, és 70 főnek biztosítunk szolgáltatást. Talán ez az a szolgáltatás, ami a legnagyobb biztonságot adja az idős embereknek, mert azért vannak közöttük fogyatékosok is, rokkantsági nyugdíjasok is, akik a jogosultsági feltételeknek megfelelnek, és úgy gondoljuk, hogy ez egy olyan biztonságot ad nekik, hogy amikor gond van, vagy probléma van, legyen az szintén, hogy egy rosszulét, egy elesés, vagy éppenséggel csak egy betörés, vagy gyanúja a betörésnek, megnyomja a gombot, és 10-15 percen belül ott van a segítség, és akkor tud intézkedni a gondozónő. Városban 2 idősekklubja működik, egyik bent a központban 30 férőhelyel, és a Bodvica idősekklubja, ami egy városrésznek a klubja. Egyre nagyobb az igény az idősek nappali ellátására is. Jelenleg mind a 2 klubunkban 110%-os a feltöltődés. Napi szinten nem azt jelenti, hogy ennyien bent vannak a klubunkban, mivel az egészségi problémák miatt, betegség miatt, vagy éppenséggel vidéki hozzátartozó érkezik, akkor nem veszi igénybe a szolgáltatásait, de általában 55 fő megjelenik a 2 idősekklubjába. Nagyon fontos, mert itt az aktivizálásnak nagyon nagy szerepe van. Azt tudjuk, hogy mennyire fontos, hogy az idősek aktívak legyenek, közösségi programokon vegyenek részt, vagy csak egy felolvasás legyen, vagy egy sakkozás, beszélgetés, vagy éppenséggel, különösen, amikor szép nyári idő van, vagy tavasz, akkor ilyen külső közösségi programoknak a szervezése. Ez nagyon fontos az időskorúak számára. Akkor, ahogy elmondta az adatokat, tehát igény van erre a szolgáltatásra is. Igen, a nappali ellátásra egyre inkább fokozódik az igény. Sok esetben kapunk jelzéseket kórházból, például pszichiátráról is, hogy idős embereknek a magányuk oldása miatt javasolják, hogy közösségbe kerüljenek, és nem egy klubtag így került be hozzánk. És az idősek házi gondozása, az mennyire veszik igénybe, illetve mit jelent ez az idősek számára, akik mondjuk például a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál, hogy
van egy készülék, amit ha megnyomnak, akkor ott van, és megy a segítség. A jelzőrendszeres házi gondozásnál, amikor igénylik ezt a készüléket, mindig a szociális rászorultságot nekünk vizsgálni kell. Tehát meg van határozva, hogy kik azok, akik bekerülhetnek ebbe a szolgáltatásba. Itt az életkor meghatározó, az egészségi állapot meghatározó, a fogyatékosság meghatározó. Tehát általában ezek az igénylők tudnak bekerülni a szolgáltatásunkba, és mindig van próbariasztás ilyenkor, tehát próbálják, hogy na most tényleg, amikor én megnyomom, akkor jön-e a segítség, és amikor megtapasztalják azt, hogy tényleg 10-15 percen belül, de van, amikor éjszaka történik ez a riasztás, hogy 15 percen belül éjszaka is ott van a gondozónő, megnézi, hogy mi a probléma, és megteszi az intézkedést. Volt olyan, hogy mentőt kellett hívni, volt, hogy orvos kellett hívni, de volt, amikor elegendő volt, hogy csak egy-két nyugtató szót mondott az idős embernek, és megnyugtatta, egy kicsit beszélgetett vele, és ezzel a probléma meg is oldódott. Tehát itt a bizalomra épülő kapcsolat, ugye ez feltételezi azt, hogy az idős bizalommal van a gondozónő iránt, mivel hogy a lakás kulcsát is oda kell rendelkezésre kell bocsátani, mert ha a pontos elesik, akkor úgy tud bejutni a gondozónő, hogy kinyitja a zárat és bejut a lakásba. Először, ahogy említettem, vannak ilyen próbariasztások, és utána tényleg már csak akkor vannak ezek a riasztások, mikor tényleges segítségre van szükségük. A házi gondozás az egy másfajta tevékenység. Itt gondozási szükségletet kell végeznünk, és csak azokat tudjuk behozni ebbe az ellátotti körbe, akiknek a gondozási szükséglete 4 órán aluli, mert a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkezőket már egy bentlakásos intézmény felé kell, hogy irányítsuk, mert azt már a házi segítségnyújtás nem tudja felvállalni. Itt is van olyan, hogy van, aki fokozott gondoskodást igényel, tehát többször kell meglátogatni, többször kell menni. Van olyan ellátottunk, ahova 3-szor megy a gondozónő, de van olyan, aki azt mondja, hogy ő hetente 2-szer, és inkább csak kisebb teendőkbe kéri a segítséget, gyógyszer feliratása, bevásárlásba, vagy éppen ott a személyi higiénének a biztosításába kér segítséget. Tehát ez sokkal összetettebb. 10 gondozónőnk van. Jogszabály szabályozza azt, hogy hány főt láthat el egy gondozónő, és nagyon leterheltek a házi gondozónőink. Bejárják az egész várost, és tényleg, ahol ilyen gondozási feladatok vannak, és ami még belefér abba, hogy a gondozási szükségletük 4 órán aluli, akkor mindent felvállalunk ki, és igyekszünk is a lehető legjobban teljesíteni, hogy ezek az emberek a saját otthoni környezetükben maradhassanak, ne kelljen őket kiszakítani, és minden segítséget megadni ahhoz, hogy otthon lehessen gondozni, ápolni őket. A kistérségben, a kisebb falvakban mennyire jellemző, hogy igénybe veszik ezt a szolgáltatást? Szinte minden településen van gondozónőnk, és ott is van igény, csak talán ott a szomszédsági kapcsolatok, azért, hogy jobban ránéznek egymásra az emberek, vagy az, hogy a kertesházba laknak, az magába adja azt, hogy na, ma még nem láttam a szomszédomat, akkor ránézek, de ugyanúgy ott is, mondom, szinte minden településen van házi gondozónő, aki ellátja az ellátottakat. Szükségletüknek megfelelően változó, hogy milyen szükségletek vannak. Van, aki ott is fokozottabb gondoskodást igényel, és van olyan, aki kevésbé. Ugye, ha már beszéltünk a jelzőrendszeresről, akkor kell beszélnünk egy pályázatról. Mit kell tudni erről a pályázatról? 3 szolgáltatásunk, a támogató szolgálat, a közösségi pszichiátriai ellátás és a jelzőrendszeres házi gondozás állami feladatként pályázati forrásból működik. Immár most
negyedik éve, ugye most zárult le pont 2011 decemberével a támogató szolgálatnak és a közösségi ellátásnak a pályázati támogatási időszaka, és az elmúlt évben pályázatot kellett beadni ennek a két szolgálatnak a finanszírozására. Úgyhogy beadtuk a pályázatot, és szerencsére mind a két pályázatunk kedvező elbírálásba részesült, és a megítélt támogatással úgy gondolom, hogy biztonsággal tudjuk működtetni a szolgáltatásainkat, a közösségi pszichiátriai ellátást és a támogató szolgálatot is. Talán mivel volumenkorlátozás azért itt is belépett, tehát csak a legrászorultabbak jöhetnek, vagy tudjuk ellátni, mivel meg van határozva, hogy hány főre kaptunk finanszírozást a közösségi pszichiátriai ellátásnál, illetve a támogató szolgálatnál, ugye ott van a személyi segítés, a fogyatékosnak a saját otthoni környezetébe történő ellátása, és ami talán még nagyon-nagyon fontos és nagy az igénybevétele, ez a szállító szolgáltatása. Amikor elvisszük a fogyatékost, kiépített autónk van olyan, hogy fogyatékosok szállítására alkalmas rámpa, rögzítés, rögzítősén, tehát biztonsági öv, tehát a szabályoknak megfelelően működtetjük a gépjárművünket, és ezzel szállítjuk rehabilitációra, nem egyszer Sopronba, Keszthelyre, Hévízre visszük azokat, akik ezt igénylik, és bent vannak az ellátási körbe. Tehát nagy igény és nagy szükség van rá. A jelzőrendszeres házi gondozás az egy évvel később lett állami feladat, és annak 2012. december 31-ével jár le majd a támogatási szerződése, tehát ebben az évben újra pályázatot kell majd benyújtanunk, ami 2013-tól a finanszírozást fogja megalapozni. Ezen kívül, mióta állami feladat, azóta lehetőségünk van tárgyi eszközök fejlesztésére is, mert évente legalábbis 2011-ben minisztérium pályázatot írt ki, és mind a háromra pályáztunk, mind a három szolgáltatásra, és mind a három szolgáltatásnál nyertünk, és tudtunk vásárolni kisebb tárgyi eszközöket, ami a szakmai munkaszínvonalát emeli. Kiemelne egy-két eszközt? Például vettünk még egy rámpát, hogyha véletlenül valami gond van, akkor azt tudjuk használni. Vettünk irodai székeket, ami ugye a dolgozóknak szükséges. Vettünk számítógépet, ami szintén a szakmai munkához, az adminisztrációhoz szükséges, különösen most 2012-től egy egész más rendszerbe kell majd a jelentési kötelezettségünknek eleget tenni, és ehhez kell a jól felszerelt számítástechnikai eszközök is. A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat terén mik a tapasztalatok, illetve az ő munkájukról egy pár gondolattal, hogy nekik mennyi feladat jutott 2011-ben? Hát azt hiszem, ők is leterheltek voltak a kistérség területére is mondhatom, tehát mindegyik intézmény egységünkbe. A szociális problémákkal küszködők egyre nagyobb számba vannak, és egyre többször fordultak a szolgálathoz segítségért. Itt általában anyagi problémákkal, de volt, aki mentális problémával, voltak hajléktalanok is, akiket elláttunk. És úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon szerteágazó feladat, ez elsősorban a felnőtteknek nyújt segítséget, családoknak, egyéneknek. Nagyon nagy segítség volt itt az adománygyűjtés, illetve az adománynak a szétosztása. Mint ahogy többször a televízió is beszámolt róla, hogy az Élelmiszerbankkal kötött szerződés alapján többször kaptunk nagy mennyiségű adományt, amelyet a kollégáim közvetítettek ki a rászorulóknak, akár Nagyatádon, akár a kistérségnek a területén. Ezen kívül nagyon sok helyről kaptunk adományokat, és úgy gondolom, hogy azért az emberek látják azt, hogy szükséges, hogy akinek megvan a lehetősége, hogy adományozzon, akár egyének, akár szervezetek. Vannak magánszemélyek, akik bejöttek hozzánk, és tényleg ágyneműt hoztak, ruhaneműket hoztak, játékot. Karácsony előtt egy héttel Gáspárékától kaptunk nagyon nagy mennyiségű adományt, ruhaadományt, gyerekjátékokat, könyveket. Meg kell említenem a baptista szeretett szolgálatot, ahol a cipős dobozokat ők gyűjtik. 80 cipős doboz kaptunk, amit szintén karácsony előtt a rászoruló hátrányos helyzetű gyerekeknek
ki tudtunk közvetíteni. De el kell, hogy mondjam, hogy a karácsony óta, tehát december 24-e óta az Atát Kenyér Kft. Is folyamatosan támogat bennünket. Hetente 3 alkalommal kapunk különböző kenyeret, zsemjét, kiflit, karácsony előtt beiglit, kalácsot. Most is van, amikor kalács is van az adományban, és ezeket a kollégáim, azoknak a rászorulóknak, akik a mi látókörünkben bent vannak, rendszeresen kiosztják. Úgy gondolom, hogy és talán ez az az alkalom, hogy meg tudom köszönni mindazoknak, akik támogattak bennünket, akár a nagy adományozókat, mint az Élelmiszerbank vagy a Tesco-tól, amit kaptunk adományt, vagy pedig a magánszemélyeket is, akik behoznak hozzánk ruhaneműket, textíliát, vagy éppenséggel a gyerek kinőtt ruháit, játékait, mert mi akkor tudjuk azt, hogy kinek van erre szüksége, ki az, akinek nincs meg az az anyagi lehetősége, hogy meg tudja vásárolni. Nem egy esetben butort is kapunk, amit szintén a hátrányos helyzetű családoknak kiközvetítettünk. A gyerekjóléti szolgálatunk a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekekkel, családokkal foglalkozik. 2011-ben talán a legnagyobb feladatot az adta, hogy az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével kapcsolatban, tehát az iskolás nem tettek eleget, a gyerekek mulasztottak igazolatlanul az iskolából, és ugye a jelzőrendszeren keresztül folyamatosan jönnek, és egyre inkább jönnek, és most már mondhatom azt, hogy időben jönnek a jelzések, és elindul a gondozási feladat, de sokszor nem lehet megfékezni, tehát nem tudjuk megállítani, és ilyenkor a védelembevételi eljárás kell, ami már hatósági munka, jegyzői hatáskörbe, amikor már konkrétan szabályokat kell lefektetni, és a gondozási nevelési tervben ezt rögzíteni, együttműködve a jelzőrendszernek a tagjaival, pedagógusokkal, önkormányzattal, ha kisgyerek van a családban, és ő is veszélyeztetett, akkor a védőnökkel, orvosokkal, tehát a házi orvosokkal, gyerekorvosokkal is folyamatos kapcsolatot kell tartani. Tehát úgy gondolom, hogy 2011-ben ez volt az, ami meghatározta nagyrészt a gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgálatnak a munkáját, és itt is az adományok nagyon-nagyon sok családnak tudtunk segíteni, és bízom abba, hogy ugyanígy megmaradnak ezek az adományozók, és általunk rajtunk keresztül hozzájutnak azokhoz az adományokhoz, amelyek a családoknak, gyerekeknek segít a mindennapjait könnyebbé tenni, és hozzájutni azokhoz a javakhoz, amiket esetleg ők saját maguk nem tudnának biztosítani önmaguk vagy a családjuk gyermekeik számára. És akkor rátérve a következő kérdésre, ugye az idei változásokról szerettem volna, hogy mi az, ami január 1-től jelentős változásnak számít ugye a központ életében? Hát az intézményünk, két intézményegységünknél van változás. Az egyik ugye a bölcsödével kapcsolatban, hogy 2011-ben elkészült a bölcsödének a felújítása, és úgy gondolom, hogy egy nagyon szép és a korkövetelménynek megfelelő bölcsöde került átadásra. A bölcsödénknek a működési engedélyeztetése folyamatban van, bízom bent, hogy napokon belül megkapjuk az új működési engedélyt. 50 férőhelyről 72 férőhelyre emelkedett a bölcsödei kisgyermekek ellátás, 72 kisgyermeket tudunk ellátni a bölcsödébe. Ez mellett ugye tervezzük a bölcsödébe plusz szolgáltatások bevezetését. Februárban fog indulni a Csiribiri, mozgásfejlesztő torna a piciknek. Először bölcsödéskorú kisgyerekeknek gondoljuk, de szeretnénk majd a városba kiterjeszteni azoknak, akik igénybe szeretnék venni. Ezen kívül felügyeletet is szeretnénk biztosítani, tehát azok a szülők, akik otthon vannak, de sem, vagy éppenséggel bölcsödés a kisgyerek, de hosszabb időre szeretnék a gyermeküknek, mert valamilyen fajta elfoglaltságok van, akkor megoldani ezt a problémát is, tehát szeretnénk ilyen irányba is haladni.
A másik, ami talán egy nagyobb horderejű változás, a Segesdi Intézményegységünknél következett be. Ott is egy Európa Uniós pályázat eredményeként az egészségügyi és a szociális szolgáltató rendszerünk egy épület bekerült, egy teljesen felújított modern intézmény került átadásra, és itt bővültek a szolgáltatásaink a Segesdi Intézményegységünkbe. Az idősek klubjában ott is 30 férőhelyes volt az idősek klubja, most az új intézményben 40 férőhelyen biztosítunk szolgáltatást az időseknek. Ezen kívül egy új szolgáltatási forma jelent meg a családi napközi. Eddig ugye a bölcsödéskorú kisgyermekeknek az elhelyezése nem volt teljes mértékben biztosított, és ha Segesdi nem Nagyatádra jött dolgozni, gondot okozott, hogy Nagyatádra behozza a bölcsödéskorú kisgyermekét, vagy ötfőskónyi Belegből. És ezért egy ilyen újfajta szolgáltatást pályázott a Segesdi önkormányzat, illetve ott a mikrotérség, és így 7 kisgyermeknek tudunk majd családi napközibe ellátást biztosítani. Ez egy új szolgáltatás, ami rendszerünkben eddig nem volt, úgyhogy ott is 2 dolgozó fogja végezni ezt a feladatot, és 27-es kortól végül is 14 éves korig lehet ott ellátni, vagy igénybe venni a szolgáltatást. Itt ilyen napközi ellátást is azok, akik valamilyen oknál fogva nem kerülnek be az iskolai vagy az óvodai ellátásba, meg hát itt talán ami a legjobban meghatározó volt, amiért ezt Segesden így elhatározták, az, hogy inkább a bölcsödés korú kisgyermekeknek az ellátása legyen megoldva. Mekkora igény lesz ott ön szerint erre? Hát úgy gondoljuk, hogy a 7 férőhelyet be tudjuk tölteni. Most ugye az óvoda az kötelező ellátás lesz, alapellátás, ugye itt azért arra is gondolt a pályázó, aki beadta a pályázatot, akkor még nem volt az, hogy kötelező óvodai ellátás, hogy esetleg óvodáskorú gyerekek is bekerülhetnek az intézménybe, vagy mármint a családi napközibe. Hát bízom abban, hogy lesz annyi kisgyerek, aki igénybe veszi a családi napközének a szolgáltatásait. És a nagyatádi bölcsére egy kicsit visszatérve, nagyon szépen belakták a gyerekek és a pedagógusok, az ott dolgozó gondozók. Ugye említette, hogy 2 új szolgáltatással is bővülne. Mit vár ettől a 2 új szolgáltatástól? Úgy gondolom, hogy a nagyatádi bölcsödébe is, amikor mi felmértük az igényeket, és amikor ez a pályázat elkészült, abban az időben nagyon sok kisgyermek volt a bölcsödébe. Tehát reális alapja volt annak, hogy a 72 férőhely teljesen be fog töltődni. Tehát lesz annyi igénylő, hogy 72 férőhelyen kisgyerekeket fel tudjuk venni. Azóta ugye más helyzet alakult, 3 éves korban pontosan elviszik a gyerekeket az óvodába, talán csökkent a születéseknek a száma, talán a munkalehetőség is meghatározó, így kevesebb, nincs annyi kisgyermek, hogy 100%-ra fel tudjuk tölteni a bölcsödét. Itt a vezető kollégákkal és gondozónőkkel egyeztetve gondoltuk, hogy akkor a szolgáltatási kört kell bővítenünk, hogy vonzóvá tegyük a kisgyerekek és szüleik számára a bölcsödét, ismerjék meg a gondozás nevelésnek az előnyeit. Ha már bent vannak a bölcsödébe és látják, hogy milyen feltételek vannak, akkor úgy gondolom, hogy talán nagyobb bizalommal fordulnak, és amennyiben munka lehetőségük lesz, mert ugye ezt hozzá kell tenni, akkor fogják hozni a bölcsödébe a kisgyerekeket. Hát ezt majd a térítési díjas rendelet nél már szeretnénk ugye rögzíteni majd az árakat is, mert lesznek olyan szolgáltatásaink, amiért majd fizetni kell óradíjba, hogy a csiribiri, vagy éppenséggel a felügyeletnek, ezzel talán egy kicsit pótolni tudjuk azt a kiesést, amivel, hogy nem 100%-os a feltöltődése a bölcsödének. De úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, és a kisgyerekeknek a mozgás fejlesztésében egy segítség
segítséget tudunk adni, vagy azoknak a családoknak, szülőknek, akik nem tudják megoldani a felügyeletét a kisgyereküknek, és olyan programjuk van, akkor erre is vállalkozók vagyunk. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy már egy új szemléletmód, amit mindenképpen követnünk kell, mert változnunk kell nekünk is. Ugye a szociális területen ugye ők voltak a legkisebbek, de beszélnünk kell a legidősebbekről is. Ugye gondolok itt az otthonban lakókról. A nagyotád idősek otthonáról mit kell tudni, hogy ott mekkora a létszáma az, akikkel most dolgoznak, illetve akik bent laknak az intézményben? A nagyotádi idősek otthonában 40 férőjes a nagyotádi idősek otthona, és jelen pillanatban 40 lakónk van. Nem tudunk többet fölvenni, mert a feltételeink nem biztosítottak rá. Igény nagyon nagy, tehát továbbra is nagyon-nagyon magas a várakozóknak a száma, akik szeretnének bekerülni a nagyotádi idősek otthonába. 4 órán túli, azt már említettem a házi segítségnyújtásnál, hogy a 4 órán túli gondozási szükséglettel rendelkezők azok, akik bekerülhetnek az otthonba. Fokozott gondoskodást igényelnek, akik az elmúlt 2 évben kerültek be, azoknak az egészségi állapota már sokkal rosszabb, mint amikor indult az idősek otthona, mert akkor még az aktívabbak is bekerülhettek, akik magányosak voltak, vagy nem tudtak teljes mértékben gondoskodni önmagukról. Ma inkább, egyre inkább az egészségügyi problémák miatt kerülnek be az idősek otthonába a lakóink, és hát ott is arra törekszünk, hogy minél tartalmasabb életet tudjanak élni. Programok szervezésével igyekszünk ezt biztosítani. Tényleg nagyon sokan eljönnek hozzánk, különböző szervezetek, civil szervezetek, vagy éppenséggel gyerekcsoportok, óvodás csoportok, iskolai csoportok, és úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos az idős embereknek a számára. Azok az idős emberek, akik bekerültek, ahogy említettem, egészségi állapotuk miatt kerültek be az idősek otthonába, mert a hozzátartozók is így tudnak felelősséggel gondoskodni a hozzátartozójukról, mert ugye akinek munkahelye van, az nem tud a nap 24 órájában ráfigyelni, és így tud felelősséggel gondoskodni róla, hogy tudja, hogy biztonságban van, és tudja, hogy akár az egészségügyi, akár az élelmezési, vagy bármi, ami az idős ember ellátásában fontos, azt az idősek otthonába megkapja. Tehát 40-en laknak bent most az otthonban, és a környezőben, gondolok itt például a Lábadi idősek otthonában ott is? A Lábadi idősek otthona az egy kisebb, kis családiasabb jellegű, 18 férőhelyes családi házból adaptált kis idősek otthona. Ott is a kollégákkal törekednek, hogy nagyon barátságos és otthonos környezetet tudjanak kialakítani az idős emberek számára. És ott is ugyanúgy, ahogy Nagyatádon is, meg annyi programmal is segítik az időseknek azt, hogy minél tovább aktívak maradjanak. 2012-re is terveznek számukra programokat? Igen, hát Lábadon is olyan aktivizáló programok vannak, mint ami Nagyatádon, azt hiszem, hogy ez egységesen működik, mind a két kis intézményünkben. Természetesen 2012-re is tervezzük a programokat, évszaknak megfelelően, mert azért az évszakot is figyelembe kell venni. Nagyatádon például tervezzük a családi napot, ugye 2 évente szervezzük meg, szeptember 1. vagy 2. szombatján szoktuk megszervezni, még itt a pontos időpont nincs meg, hogy melyik lesz. Úgy gondolom, hogy a szalonnasütés, a bográcshozás, a kirándulásoknak a szervezése, ezek mind-mind programban vannak, és az idősek otthonában azért inkább arra törekszünk, hogy ott a kint szabadtéri programok nem olyan nagy távolságra elvinni őket, már fárasztó, de akik aktívabbak, azoknak tervezünk olyan programokat is. Jön a farsang, készülni fogunk a farsangra, ami mindig egy vidám kis mulatság. Meg szoktuk hívni az intézményegységeket, a Lábadi és a Segesdi intézményegységet. Szervezzük majd a majáli is, mert azt is szoktunk szervezni. Tehát így évszaknak vagy ünnepeknek megfelelően természetesen megemlékszünk a március 15-éről, a nemzeti ünnepünkről, de sorolhatnám tovább ezeket az ünnepeket. Én úgy gondolom, hogy
igényük is van az időseknek, mert várják ezeket a programokat, és aktívan részt vesznek, amikor készülnek például a farsangra, most akkor én miben öltözzek be, akkor egy kis segítséget kérnek, de úgy gondolom, hogy ezek tartalmas és jó, szükségszerű és jó programok. Október pedig az idősek hónapja, amikor ugye meg annyi program, de ugyanakkor egészségügyi előadásokat is szoktak tartani nekik. Ez idén is terveznek az időseknek egy kis ilyen figyelemfelhívás jelleggel? Igen, ez folyamatosan. Az idősek hónapjába kiemeltem, mert idősek hónapjába egy hét egészségnevelési hetet tartunk. Ez minden évben itt szokott lenni. De ez mellett szoktunk más időpontokba is azért az egészségnevelése, vagy a mozgással kapcsolatban programokat tartani, mert úgy gondoljuk, hogy itt a prevenció még időskorban is nagyon-nagyon fontos, hogy a megelőzés, és ha felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy mozgás azért mennyit számít, vagy az, hogy az aktivitás mennyit számít, az nagyon-nagyon fontos, vagy hogy a gyógyszerekkel kapcsolatban, hogy milyen gyógyszereket kell beszedni, hogy nem biztos, hogy amit a másik idős beszed, az neki, az ő állapotának megfelelő. Tehát beszoktunk vonni orvosokat, tehát gyógytornászokat beszoktunk vonni az ilyen programoknak a szervezésébe, és úgy gondolom, hogy ezt szinte folyamatában, éves szinten kell, hogy csináljuk. Az egészségügyi előadások mellett, ugye a hagyományos rendezvények mellett azonban vannak olyanok, amik nem nevezhető mindennapinak. Így történt 10 évvel ezelőtt is, hogy egy esküvőnek adott helyet az otthon. A nézőinket most arra kérem, hogy Évi nénivel együtt közösen tekintsük meg ezt az összeállítást. Az idősek otthonának első esküvőjére került sor december 22-én a karácsonyt megelőző napokban. A szeretet ünnepének küszöbén fogadott egymásnak örök hűséget Bojtor Julianna és Salai István. A szertartást jegyzői engedéllyel az otthon falain belül tarthatták. A szertartás első pillanataiban Ady Endre klasszikusát, az Őrizem a szemed című verset hallgathatták meg a jelenlevők Nyilasné Gönc Csilla tolmácsolásában. A feldíszített fenyőfényénél helyet foglaló pár bizony sok karácsonyt megért már. Julika néni több évtizede egyedül él, Pista bácsi nemrég vesztette el hitvesét. Elmondásuk szerint itt ismerkedtek meg, s kedvelték meg egymást. A sors összehozott bennünket beszélgetés által, hogy volt, ugye mi régiek vagyunk, már háborút átéltünk, és akkor volt miről beszélgetni. Aztán valahogy idáig értünk. Persze ahhoz, hogy a pár, ahogy Julika néni mondta, idáig érjen, a szeretet mellett kitartás kellett, és az, hogy környezetük is támogassa elhatározásukat, hisz idősödő korban nem is olyan könnyű véghez vinni mindezt. Minden kornak megvan a maga szépsége, megvannak a lehetőségei, csak élni kell tudni vele. Időskorban is lehet szerelem, lehet szeretet, egymásra való figyelés, és hogyha ezt a gyűrű szentesítés egy esküvő lesz belőle, én ezt csak nagyon támogatni tudom, és elképzelhető, hogy ezzel egy folyamatot indítunk el az intézménybe, mert lehet, hogy mások is egymásra fognak találni. Időskorban minden könnyebb, gondoljuk sokan. Kevesebb a gond, több a szabadidő. Persze ez nem mindig igaz. Ha így lenne, tán több csillogást láthatnánk az öregek szemében. Pedig sokszor nem kell ehhez több, mint egy kis törődés és figyelem. Nekem senkim nincsen, és szükségem van valakire. A három éve halt meg, és valahogy nagyon furcsa volt. Hát így aztán egymásra találtunk, és eldöntöttük, hogy hát mégis az utolsó napokat hát töltsük együtt, hogy meddig nem tudom. Mint a lelkész úr is mondta, hogy jóban, rosszban egymást kisegítsük. Ennyi a mi életünk már, csak ugye idősek vagyunk, hát tiszteljük egymást. Kisegítsük betegségben, örülünk egy kicsit egymásnak, mikor jó valami. Remélhetően csak öröm vár már a házastársakra. A szertartás egyházi részében tiszteletes úr példaértékűnek nevezte az egybekelést, hisz, amint mondotta, a mai korban ez még fiatalok közt is ritkaság. S bár a házastársak felett kissé eljárt az idő, az ifjú párnak tervei is vannak a jövőre nézve. Az otthon mostan fog építkezni, itten hát szeretnénk egy másfél szobás lakást, teljesen külön legyünk, érezzük magunkat szabadnak.
Hát nem az, hogy itt nem vagyunk szabadok, de azért mégis más lenne. Ez az álom remélhetően rövid időn belül valóra válik majd, s a pár teljes boldogságban élheti majd hétköznapjait. Kedves percek, megható perceknek lehettünk tanúi, ugye 10 évvel ezelőtt történt ez az esküvő, de gondolom Évi néniben, mivel nem mindennapi, ma is ugyanúgy él, mintha csak tegnap történt volna ez az esemény. Egy kicsit emlékezzünk vissza erre az alkalomra. Igen, azt hiszem, hogy ezek az emlékek, élmények maradandóak. A napokban beszélgettünk pont az idősek otthonában, Julika nénivel az esküvőről. Vendég jött oda hozzánk az otthonba, és nézte a környezetet, megcsodálta azt a gyönyörű szép termet, és akkor Julika néni is pont ott volt, és beszélgettünk róla, hogy hát az ő esküvője pontosan ebbe a helyiségbe történt meg. Tehát úgy gondolom, hogy ez maradandó. De bármikor, ha ilyenre szükség lenne, vagy úgy kérnék lakóink, hogy őnekik bármilyen rendezvényt szervezzünk meg, a kollégákkal együtt úgy gondolom, hogy mindent megtennénk annak érdekében, hogy örömteli perceket, órákat tudjunk szerezni nekik az otthon életébe. Tehát érezzék, hogy tényleg ez az otthonuk, és mindent megkapnak, hogy nyugodtan élhessék a kis életüket. Milyen legfontosabb feladatok várnak így önre az elkövetkezendő időszakban? Hát most ugye a költségvetés tervezésének az időszakában vagyunk. Ez mindig néha úgy gondot, néha mindig gondot okoz számunkra, hogy vajon mennyire tudjuk úgy megoldani a feladat ellátást, hogy ne sérüljön. Ugye azt tudjuk, hogy az árak azok folyamatosan emelkednek, a támogatások meg nem emelkednek, hanem nálunk szerencsére nem csökkennek, hanem stagnálnak. Azt kell, hogy mondjam, talán egy szolgáltatásunknál volt az, hogy a közösségi pszichiátriai ellátásnál, hogy csökkent a támogatás, de abból is működőképesek tudunk lenni, tehát meg tudjuk oldani a feladatot. Tehát a támogatásaink nem csökkennek. De ugye a bérköltségek megemelkedtek most január 1-től, ezen kívül a szolgáltatásoknak a költségei, ha csak a 2%-os áfát nézzük, tehát ezek meghatározóak. Ugye hamarosan rá kell térnünk a költségvetésünk, ahogy készül, és szeretnénk már februárban a térítési díjat megállapítani, illetve a jogszabály alapján most nem a 18 település önkormányzatának kell megállapítani, tehát elfogadnia, hanem a körzetközpontnak, tehát Nagyatád város képviselőtestületének kell majd a döntést meghozni a térítési díjakkal kapcsolatban, és ez vonatkozik valamennyi településen a szolgáltatásokra. Ez az most itt is változás van a jogszabályban, mert eddig mindig az elfogadott költségvetési beszámoló alapján kellett megállapítani a térítési díjat, abból levenni az állami támogatást, vagy a normatívát, és a kettő közötti különbözet adta meg a térítési díjat. Most ez annyiba változik, hogy az adott évi költségvetés alapján tudunk térítési díjat számolni. Ez bizonyos fokig kedvezőbb nekünk, mert így a reálisabb a térítési díj, mert az adott évben ugye megvan, hogy mennyi a költségünk, mennyi a támogatás normatíva, és a költség akkor a különbözet. Vannak olyan szolgáltatásaink, ahol magasabb lenne a térítési díj, de a jogszabály arra lehetőséget ad, hogy ettől pozitív irányba el lehet térni, tehát kisebb összegbe meg lehet állapítani. Pont amit említettem, hogy itt ugye az árak emelkednek, ami befolyásolják az intézményi költségvetés, meg a bérek is, azért itt a 108 ezer forintos bérminimumra való kiegészítés, és nagyon-nagyon sok kollega kevesebbet keresett, és itt most ki kell egészíteni, és ez a költségvetése hatással lesz majd. És ez miatt szeretnénk március 1-től a térítési díjat megállapítani, tehát már március 1-től az új térítési díjat beszedni. Köszönjük szépen Évnén, hogy mindezt megosztotta velünk, és további jó munkát kívánunk a feladataihoz. Köszönöm szépen, én is köszönöm a lehetőséget. Nézőinknek nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tartsanak velünk egy hét múlva is, további szép estét, kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra!